koncentráció és fegyelmezettség. Mindegyik elengedhetetlenül szükséges a színpadi jelenléthez. Egy neves megmérettetésen vettek részt a Bocskai Néptánc Együttes tagjai a közelmúltban, amelyre izgalommal, kitartással és nagy szeretettel készültek. Hát egy igazán mozgalmas hétvége áll mögöttünk, hiszen az utánpótlás csoport gyerekei azok megmérettették magukat a 8. Mikepércsi Béres András szóló táncversenyen, illetve a felnőtt együttes tagja, a Kujbus Tamara, ő pedig a 10. országos művészeti iskolai tanulmányi versenyen mérettette meg tudását fóton. Tehát így ketté szakadta az oktatógárda, és az egyik fele Mikepércsre, a másik fele pedig fótra utazott. Az apró bocskai csoportból ugye 4 pár mutatkozott meg, ezek közül 2 aranyminősítés, vagy 2 pár aranyminősítés kapott, 1 pár ezüst minősítés kapott, 1 pár pedig bronz minősítés kapott, ezen felül az ifjú bocskai tánccsoportból 1 pár mutatkozott meg szintén Mikepércsen, ők kiemelt aranyminősítést kaptak, és Kujbus Tamara pedig az országos versenyen pedig az 5. korcsoport C kategóriában az első helyezést hozta el, illetve egy külön díjat. Józsi, művészeti vezetőként mennyire vagy elégedett a fiatalokkal? Hát én úgy mondom, hogy teljes mértékben elégedett vagyok a gyerekekkel is, és a pedagógusokkal is. Ez néhány éve indítottuk el ezt a kezdeményezést, hogy egy tehetséggondozás keretében megpróbálunk szóló táncversenyen indítani gyerekekkel, és ez hál' Istennek egyre jobban megy, egyre több gyerekkel vagy párossal tudjuk képviselni az együttest, tehát én ezt mindenféleképpen egy fejlődésnek mondanám az együttes terén. Az előzetes beszélgetésünkből azonban kiderült, ez rengeteg plusz terhet rót nem csupán rátok pedagógusokra, hanem gyerekekre, sőt itt-ott akár a családok egészére vonatkozóan is. Mit tapasztalsz, mennyire szívesen engedik a szülők, a családok versenyre a gyerekeiket? Hát azt tapasztaltuk, hogy szívesen engedik a gyerekeket. Mi azért odafigyelünk arra, hogy a gyerek tanulmányi eredménye ne romoljon ezáltal, hogy ugye plusz próbákon kell részt vennie a gyerekeknek. Ekkor mindig a szülőket keressük meg elsőnek, hogy nehogy az történjen, hogy a gyerek már beleéli magát, és hogy ez valamilyen akadályt jelentene neki a tanulásban, de most az összes szülő, meg szerintem általában véve a szülők azért örülnek, hogyha a gyerekeik ilyen formában mutatkozhatnak meg. Azt gondolom, a Bocskai Néptánc Együttes izgalmas napokon van túl, ám de nagyon mozgalmas időszak vár szintén rátok. Ez valóban így van, hiszen április 20-án szervezzük az 5. Táncoló Hajdunk Néptáncfesztivált itt a Siye Gábor Művelődési Központ színház termében, majd május 11-én szervezzük a 12. Hajdú Böszörményi Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált, szintén ezen a helyszínen. A nyári időszakra tervben van egy külföldi turné a felnőtt együttesnek. Október végére új műsor bemutatót tervezünk, decemberre pedig a karácsonyi műsorunkat szeretnénk megismételni. Na, mi az, amit megbeszéltünk? Felmegyünk a színpadra, sokat nézünk a párunk szemébe, ugye? Sokat mosolygunk, éneklünk, amit ismerünk. Jó, meg csúlyogatunk nagyon sokat. A lányok versenyre való felkészítését Lévai Dorina vállalta az elmúlt időszakban. Igen, ez mindenképp egy hosszú felkészülési idő volt, ami ott kezdődik, hogy kiválasztjuk a csoportból, hogy ki az, aki a szerintünk méltó erre a szóló táncversenyre, mert azért valljuk be, hogy ez egy más forma, mint amikor nagy csoportban kiállunk a színpadra, mert ott csak én és a párom vagyunk. Amikor ez megtörtént, elkezdtük a külön próbákat,
ez plusz egy próba volt hetente a gyerekeknek, és láttuk rajtuk, hogy azért hosszú volt nekik ez a 3 nap így egyben, mert ugye hétfőn, kedden és szerdán is próbáltunk velük, de mindenképp úgy gondoljuk, hogy megérte. Mennyire motiválhatók voltak a gyerekek? Én azt gondolom, ez valóban, ez részükről is, ez azért nagy áldozatvállalást követelt. Pláne, ha belegondolok a korcsoportra, hogy őket megmozgatni, azért egy kicsit sem kevés kihívást tartogatott számotokra sem. Igen, ez így van, de úgy gondoljuk, hogy akik már idáig eljutottak, ők mindenképp elhivatottak valamilyen szinten a néptánc iránt, és a verseny után pedig ez megerősödött bennük, mert ilyen szép eredmények születtek. Mesélj egy kicsit magáról, a lányka csoportról tulajdonképp. Milyen a velük való közös próbák hangulata, és egyáltalán mennyire tud összeszokott társaságként működni a néptáncos csoportod? Elég vegyes korosztály a néptáncos csoportunk, ugye elsőtől negyedikig vannak lányok, ugye a nagy lányok már érettebben állnak az egészhez, mint a kicsik, de nyilván cserfesek, szóval néha nehéz velük, de mindenképp nagyon odaadóak és nagyon tisztelik ezt az egészet. Én azt gondolom, ilyenkor tulajdonképp a gyerekek és a pedagógus áldozatvállalása mellett egy kicsit szükség van, azt gondolom, a családi háttér is. Egy-egy verseny felkészülésénél mit tapasztaltatok? Mennyire jól mozgathatók a családok, a hajdúböszörvényi családok a néptánc terén? Nagyon támogató volt az egész családi háttér a minden gyerek részéről, tehát már a felkészülés alatt, hogy ugye minden nap elhozták a gyerekeket, amikor kellett, és jöttek értük, és a ruhákat rendbe tették, és ott voltak a gyerekekkel egész nap, mert valljuk be, azért egész hosszú nap volt, reggeltől egészen estig tartott, szóval nagyon pozitív. Milyen volt a verseny hangulata? Mit ad ez a gyerekek számára, hogy fogalmaznád meg? Mindenképp egy közösséget épít. Ugye nagyon sok helyről érkeztek táncosok, egészen Debrecenből, nem is tudom, Mikepércsről is, Derecskéről, tehát nagyon sok helyről, és nyilván ismerkednek a többi gyerekkel, hogy ők hogy látják ezt a világot, és akkor én hogy látom, tehát formálja mindenképp a gyerekeket, én úgy gondolom. Szóval, amit megbeszéltünk, első dolog, zene, második, magasra húzzuk a térdünket, harmadik, hogy mosolyunk, kihúzzuk magunkat, és egy nagyot táncolunk, jó? Ennyi kell. Kujbusz Csaba az elmúlt hetekben a fiúk versenyre való felkészítésére összpontosított. Hát nagyon fontos volt ebbe a felkészülési időszakban, hogy rá összpontosítsunk magára a versenyre, és arra a 2 percre, amit teljesíteni kell a színpadon. A kiírásban egy 2 perces produkció szerepel, úgyhogy megpróbáltunk a külön próbákon csak 2 perceket gyakorolni, ugye, mint a sportolók, hogy felkészüljünk rá, ha 400 métert kell úszni, akkor 400-at úszunk. Mi, ha 2 percet kell táncolni, 2-t tudjunk keményen eltáncolni, és mindent bele sűríteni abba a 2 percbe. Úgyhogy a próbák elején egy minimál bemozgás volt, hogy a testünket felkészítsük arra az egymás fél órára, ami következett utána, és utána a 2 perceket szabadon a gyerekek maguk által összeállított táncból oldották meg, hogy elkerüljük azt is, hogy ne egy folyamatot állítsunk össze, amit esetleg elfelejthet, elronthat és stressz helyzetbe kerüljön, hanem ebbe a másfél hónapba, amit már Dorina is említett, hogy ennyi idő alatt készültünk fel körülbelül a versenyre, ebbe a másfél hónapba ők egy saját maguknak tetsző 2 perces produkciót állítsanak össze. Mit tapasztaltál? Mennyire volt kihívás a korcsoporttal való közös munka? Mennyire tudtak összpontosítani a fiatalok? Nehéz volt az egyik szempontból, az egyik gyerekünk már tavaly is, Molnár Máté részt vett 2 versenyen, számára már ismert volt a helyzet azért. A másik kisfiú, Lacika, Csiga Laci, neki ez egy új dolog volt, hogy szóló versenyen mutatkozzon meg. Neki azért el kellett magyarázni, hogy hogy működik, hogy néz ki a szituáció, amikor felkerülnek a színpadra, és a hasonló dolgok vele egy kicsit el kellett erről beszélni, megmutatni neki, de utána mindenkinek nagyon gördülékenyen ment. Mennyire vagy elégedett a fiatalok produkciójával, illetve eredményeikkel? Teljes mértékben elégedett vagyok, úgy gondolom, hogy mindent megtettek, amit elvártunk tőlük, és mindent meg tudtak mutatni a színpadon, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki megküzdött ezért a gyönyörű eredményért.
Hajdúböszörményi néptánc, illetve utánpótlás. Mit tapasztalsz most a 2023-24-es tanévben? Hát most a tavalyi év után egy újulás következett. Nagyon sok gyerek ment el az apróbocskaiból. Az IFI-be ugye egy korosztállyal feljebb kerültek, így új gyerekek jöttek hozzánk. Első-második osztályból javarészt, úgyhogy velük újra egy kis küzdelem következett, hogy összeszokjanak a régi gyerekekkel, de ez viszonylag rövid idő alatt megtörtént, és ezután egy nagyon jó munkatempót tudtunk felvenni velük, úgyhogy most úgy tűnik, hogy minden a kerékvágásba került. Dús! És Kati Sarolta korcsoportjukban nagyon ügyesen szerepeltek. A versenyről ugyanis aranyminősítéssel tértek haza. Mesélj nekem egy kicsit magadról, hogy is lettél te néptáncos? Úgy gondoltam egyet, és néptáncos szerettem lenni. Miért is jó táncolni szerinted? Mert szeretek táncolni nagyon. Mi az, amit ad a te kis életedhez a tánc? Hogy mindent csináljak. Én azt gondolom, itt a színpadon az látszott rajtatok, hogy nagyon jól együtt tudtok táncolni. Laci és Saci úgy néztetek egymásra, ahogy valóban kell egy színpadon. Ezt mennyire kellett sokat gyakoroljatok? Nagyon sokat kéne nekünk gyakorolni, hogy versenyezzünk. És hogyan éltétek meg, Sacikám, ezt az időszakot, a versenyre való felkészülés időszakát? Ez azért nagyon sok plusz próbával járt, és nagyon sokszor én tudom, hogy otthon is biztos vagyok benne, hogy sokat törtétek a fejeteket. Hát, hogy úgy csináltuk a versenyt, hogy felkészültem. Hogyan, mennyire volt ez nehéz? Mind a ketten már iskolába jártok. Mennyire okozott ez esetleg gondot? Gondot jelentett? Nem. Miért? Mert nagyon szeretem. Neked mit jelentett ez a verseny? Sok izgalom volt benned? Hát egy kicsit volt izgalom, de azért nem sok. Örültem, hogy Sacival lehettem, mert Saci az egyik legjobb barátom volt az oviban. Na és egy ilyen versenyén azt gondolom, nagyon sok mindenre megtanít azért bennünket. Nagyon más dolog egy ilyen nagy színpadon tulajdonképp úgy kiállni, hogy csak ti vagytok. Ez azért nagyon-nagyon sok odafigyelést és gyakorlást követelt. Hogy éltétek meg ezt a rengeteg próbát, Lacikám? Te hogy gondolsz vissza a próbákra? Hát ez egy kicsit jó volt, mert egy kicsit nekik is volt ránk időjük, de nem mindig. Na és a versenyeredmény, csodálatosan csillogó aranyminősítést kaptatok. Elégedettek vagytok? Saci is, meg én is azok vagyunk. Hogyan tovább néptánc? Én azt gondolom, hogy aki ilyen produkciót ad elő, az azért abban bizony-bizony-bizony még jó néhány évnyi tánc benne van. Szeretnétek maradni? Meddig? Hát még felnőtt nem leszek a körül. Isten drága. Én nagyon felnőtt leszek, amikor akar. A Zambó Biancával alkotott párosukkal aranyminősítéssel tértek haza a versenyről. Hát bennem nem volt nagyon nagy izgulás, vártam is a versenyt, és szeretem az ilyen versenyeket. A felkészülés azonban én azt gondolom nagyon kemény volt. Így volt ez valóban? Volt, amikor otthon még egy-egy dolgon járt az eszed, és akár otthon is elő kellett venni a néptáncot, és gyakorolni egy kicsit? Volt ilyen? És ha igen, akkor leginkább mint törted a fejed? Volt, és a páthúznál. Mert hogy? Az nekem nem ment, mert mindig rossz lábbal kezdtem. Na de a versenyen aranyminősítést értetek el. Én azt gondolom, hogy ez azért egy hatalmas nagy elismerés a zsűri részéről. Hogyan fogadtad az elismerést?
Nekem jó volt az arany minősítés, én bármelyik minősítésnek örülök, hogyha ez is, hogyha bronz. Nekem tök mindegy, csak hogy jól érezzem magam. Ez azt gondolom, Bianca, ez nagyon látszott rajtatok, nagyon-nagyon odafigyeltetek egymásra. Ilyenkor valóban a párnak teljesen minden egyes rezdülésének összhangban kell lennie. Rólad mit érdemes tudni? Hogyan is lett belőled Bianca kedves néptáncos? Hát az elsőnek úgy kezdődött, hogy a nagytesóm Zoe járt néptáncra, utána én is megkaptam a kedvet, és én is szerettem volna járni. Most szeptember óta kezdtétek tulajdonképp a közös munkát Mátéval. Mit is jelentett ez a verseny, illetve a maga a versenyre való felkészülés időszaka? Hogyan élted ezt meg? Hát úgy, hogy nagyon sokat táncoltam, egy próbáról sem maradtam le, és nagyon izgultam. Izgalom. Le lehet ez győzni, Bianca, szerinted egy-egy verseny előtt? Vagy szükség van arra az izgulásra, feszültségre bennünk? Szerintem nem. És jó lenne, hogyha le tudnánk győzni? Igen. A párodról, illetve a közös munkáról mit érdemes tudni? Mennyire szeretsz Mátéval együtt táncolni? Hát vele jó, mert ő már sokat járt versenyre, és én már nagyon jó. Na és hogyan tovább? Lassan elérkezik a tanév vége. Jövőre néptánc ugyanígy, ahogy kell? Igen. Máté? Igen. Meddig szeretnétek még a néptáncot folytatni? Az egész életem végéig. Én felnőtt koromig.